1796-ban alkalmaztak először védőoltást a világon. Az azóta eltelt 226 évben az oltások emberek milliárdjainak életét mentették meg. Több mint két évszázada a védőoltások segítenek a világot egy biztonságosabb helyé tenni. A legelső oltástól, melyet a fekete himlő ellen fejlesztettek ki, a legmodernebb mrna védőoltásokig, amelyek a COVID-19 súlyos lefolyása ellen védenek. Magyarország az Egészséges Városok Program 1987-es elindulása óta aktív résztvevője az Egészségügyi Világszervezetnek. Hazánkból Pécs városa az első között alapítóként csatlakozott az európai programhoz, majd röviddel ezt követően létrehozta az Egészséges Városok Magyarországi Hálózatát. Nagy Zsuzsanna, az Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-medencei Egyesületének főtitkára képviselte Pécset a szervezet legutóbbi rendezvényén. Győrben tartottuk meg az idei első közgyűlésünket, valamint egy koordinátori találkozót a tagjaink részére, ahol különböző szakmai témákat dolgoztunk fel. Ilyen volt például a, a héten megvalósuló Európai Immunizációs Hét. A főtitkár kiemelte, hogy az immunizáció egy globális egészségügyi és fejlesztési sikertörténet. Évente milliók életét mentik meg. A védőoltások csökkentik egy adott betegséggel való megfertőződés kockázatát, a saját szervezetünk természetes védekezését kihasználva építi meg a védelmet. Mi minden tagvárosunkat ezen a győri találkozón arra kértük, hogy a helyi médiumokban jelenjen meg az Immunizációs Hétről egy tájékoztató, hogy minél több emberhez eljusson a védőoltások fontossága, hiszen a mi tevékenységünk az egészségfejlesztéshez és megelőzéshez kapcsolódik, és a megelőzésben nagyon fontos szerepük van a védőoltásoknak. Ezekkel a védőoltásokkal nem csak saját magunkat védhetjük meg, de segítenek nekünk megvédeni egymást is. A WHO kimutatásai szerint évente 2-3 millió ember halálát tudják megelőzni a védőoltások globális szinten, és már több mint 20 olyan betegség van, aminek a megelőzésére rendelkezésre állnak védőoltások, amik vagy magát a betegséget, vagy a súlyos lefolyást és a, a súlyos szövődményeket előzik meg. Nagy Zsuzsanna hozzátette, hogy minden életkornak megvannak a járványügyi sajátosságai, kérik, hogy a megfelelő védőoltás időben való beadásáról mindenképpen kérjék ki a házi orvos véleményét, és amennyiben tehetik, adassák be azokat.